Lakossági fórumot tartottak Kisteleken, az erről készült összefoglalónkat láthatják. Kistelek város polgármestere a képviselőtestülettel közösen lakossági fórum keretében mutatta be az elkövetkezendő időszak fejlesztési terveit. Nagy Sándor polgármester mutatta be ezeket. Találkozásunk fő célja az, hogy ha minden igaz, megnyíltak azok a lehetőségek, ami február 1-i határidővel beadhatók a több mint két éve várt pályázati lehetőségek. Ez a pályázati lehetőség több mint 2,5 milliárd forintot jelent első ütemben Kisteleknek, és azt gondoltuk, hogy a testületi állásfoglalás mellett erről tartunk egy tájékoztatást, egy lakossági fórumot. Ezért, ha megengedik, előjáróban azt el szeretném mondani, hogy nyilván ennek vannak úgynevezett intézkedési sorai, és abban Kistelekre vonatkozó számai. Volt időnk viszonylag sok, hogy egyébként ezeket a projekteket előkészítsük, de mégis volt a település képviselőtestülete és a lakosság részéről egy olyan, hogy ha lesz támogatás, akkor talán a legkiemeltebb program a régi strand rehabilitációja legyen, vagy a régi strand helyén egy új strand típusú beruházás. Sajnos az, akivel ezt a tervet elkezdtük készíteni, Palánkai Tibor hibridíjas építész, az idén egy csúlya kis biciklis baleset kapcsán úgy ütötte be a fejét, hogy rá egy napra meghalt. És az a fajta együttműködés, amit vele elkezdtünk, sajnos mással kell folytatni. Amikor egyébként a strandról beszélek, mint legkiemeltebb történet, akkor mondhatjuk azt is, hogy strand, vasútállomás, Rákóczi iskola. A vasútállomás nem önkormányzati tulajdon és nem önkormányzati beruházás, de döntés van arról, hogy közel 2 milliárdos beruházásban a Kecskemét-Szegedi szakaszból kiemelten Kiskunfélegyháza és Kistelek felújításra kerül. Többször elmondtam, most is elmondom, a tervek alapján minden olyan épület, ami most ott van, az elbontásra kerül, egyedül az a bunkernek nevezett kis betonépítmény, és ezzel párhuzamosan épül újra váró, átrakó, ami egyébként NATO átrakónak is minősül, busz megálló, buszforduló, parkoló, kerékpártároló, és a többi, és a többi. Magyarul az eddigi, ez képest teljesen új környezetben öltözik a vasút. Kérdeznék, hogy mikor. Erre viszont nem tudok pontos választ adni. Tervei már elkészültek jó részt, amivel idézővel minket be is avattak. És foglalkoztunk a testületünk, hogy lehetőség szerint azokat a régi emlékeket, amiket szeretnénk ott megőrizni, mindenképp ez a beruházás tartalmazza. Amivel befolyással vagyunk, az elsősorban már az, amire mi adunk be most pályázatot, maga a strand. A strand két ütemben határoztuk meg a jövőképét. Az első ütem az egy nagyfokú tereprendezés. A tereprendezés azt jelenti, hogy a két kicsi tóból mindenkinek képbe van, járunk a vásárba és járunk oda ki. Két kicsi tóból, ami 2500 négyzetméter jelen pillanatban, abból egy 10.000 négyzetméteres tó alakul ki. Ez a tó, ez jellemzően jóléti tó akar lenni, aminek az egyik partja az lapos, a másik partja meredeken, és szeretnénk a fürdőtó lehetne, és a fürdőtó többféle funkciót, amit egy ilyen tónál meg lehet csinálni, a kis csónakozási lehetőség, vagy most éppen szabtánfolyam, vagy bármi egyéb, amire viszont azt mondtuk, ami kötelező eleme legyen a tó, legalább 100-140 négyzetméter medence felület, a medence felülethez öltöző, az öltözőkhöz vizes blokkok, és mindezt esetleg egy büfével egészítsük ki. Ez határozta meg az első ütem, azzal, hogy nyilván kerítés, térfigyelők, burkolt utak, parkosítás. Tehát mindaz, ami az első ütemben idézve meg kell, hogy valósuljon. A következő, ami a lakosságot leginkább érinti, az szerintem az út,
nevezzük úgy, hogy belterületi utcák építése. Ebben is meg kellett határoznunk két ütemet. Az első ütem az, segítséget kérek, 95 milliós keretösszeget a felső határunk, és csak hogy mire elég mondjuk egy 95 millió forint manapság, aki aszfaltozott már, 160 ezer forint tonnája a bedolgozott aszfaltnak. Magyarul egy normál, közepes utca, az kb. 20-23 millió forint. Kétfajta utca létezik nálunk. Egyrészt vannak azok az utcák, ahol rendelkezünk aszfalttal, és a meglévő aszfaltra borítunk másik aszfaltot, és útpatkát csinálunk mellette. És van még egy jó néhány olyanunk is, ami rendelkezik útalappal, és rendelkezik ezzel a kőszórással, ami tudjuk azt, hogyha nem megfelelően használjuk, porol, mint az atom. És az elsődleges az volt, az elsődleges koncepció, hogy szüntessük meg a nagyon hiba forrásokat, ilyen például a Kender földsor, egyébként is egy mélyen fekvő terület az egyik része, vagy a Kisdiófa, ami most már teljesen beépült, ezek, és azt követően pedig nézzük meg, hogy ez a kisteleknek a legfőbb közlekedési útvonalai hogy állnak. Például, hogyha megnézzük azt, hogy ezt, megnéztük azt, hogy az emberek melyiken mennek legtöbbször, a legtöbbet használt út az Damjanics utca. A Damjanics utca az kettős megítélésű, mi magunk is egyébként sokat vivottunk, de annak a patkája, patka megerősítése, minden, az egyik legforgalmasabb utca, ezért azt az első ütembe tettük bele. Ugyanúgy első ütembe tettük bele, hogyha azon a részen vagyok, a Hásta utcának van egy nagyon-nagyon pici szakasza, a Molnár János és az Orgona utca között, a többihez már hozzányúltunk, az északról egy, akár a Tanyavilág felé, akár pedig egy mintegy elkerülő út működik. Ennek már csak egy pici szakaszát raktuk be az első ütembe, és első ütembe raktuk bele Pipacs utca, Munkácsi utcának az eleje, ami a Bercsényi utcáig tart, az, akik járnak arra, biztos tudják, hogy az is nagyon rossz, főleg mióta az iskolába hordjuk a gyerekeinket, nagyon sokszor ott jövünk ki arra, és az a két rövid szakasz, a második ütem már tartalmaz egészen a Tápai utcáig, de ez a jövő februárban beadandó első ütemet jelenti. Ugyanígy beraktuk az első ütemben a Csillag utca folytatása a Szennyvíztelephez, amikor az elkerülő úton jövünk, és ugye ott jövünk be a Csillag utca irányába, ennek kettős szerepe van, amikor leterelnek valamiféle baleset miatt és Szeged irányban, akkor az működik most elsősorban elkerülő útkön, ott is megvan az útalap, ott is megvan egy ilyen emulziós rátét, és gyakorlatilag ezzel az előbb említett Kisdiófa Kenderföldsor, majd Munkácsi eleje, Pipacs eleje, Damjanics utca, Hásfa utcánál, a Molnár János és az Orgona között, illetve a Csillag utca folytatása Szennyvíztelepre, ezt tudjuk beadni első ütemben most február 1-én. Természetesen már most beadjuk a második ütemet is megjelölve, ez már egy bonyolultabb történet, vagy hosszabb, egy több mint 200 millió forintos keretet kaptunk, ilyen a Kis Erzsébet utca. Megvan, hogy melyik a Kis Erzsébet utca, amikor balra ott az ágon, hogy elmegyünk, egyoldali beépítés a tér mellett. Ilyen a Kis Vágóhíd utca. Ha Jókai utcán megyünk, akkor Vágóhíd utcát felújítottuk a szennyvízberuházás kapcsán, jobbra, szerintem egy 6 ingatlan van körülbelül a jobb és bal oldalon, a Kisvágóhíd. Ilyen a Molnár János utca folytatás, a Molnár János utca folytatása a Cégőség felé megy, és itt most építik a bel jó részt az ottani, az is kavicsos, bocsánat, ilyen kőszórásos. Ilyen a Dózsa-György utcának az eleje, gyakorlatilag a régi temető mellett, egyoldali, az is szintén ilyen kőszórásos,
illetve ugyanilyen a Kossuth utcának a bal oldala a legvégén, az évtől, hogyha visszafele jövünk, Paragyiék elő, és ugyanilyen még részben a Petőfi utcának a legvége, ahol a Morkuttal szembe gyakorlatilag végigmegyünk a Radnóti utcáig. Ezzel párhuzamosan a csapadékvíz elvezetésnél vettünk le az út javára támogatást, és csapadékvíz elvezetésnél elsősorban a legfontosabb egyik pontunk, így mondom, bocsánat, hogy a Belányi sarok. A Belányi saroknál, hogyha ott a társasházak mögé bemegyünk, ott van egy pontra, bizonyos határ után nem megy el a víz, azt nem lehet sajnos műszakilag másképp megoldani, mint oda egy olyan aknát kell csinálni, ami áttemelő szivattyút is tartalmaz, ami színszabályozó, és gyakorlatilag fölé emeli annak a színnek, ami már képes onnan gravitációsan elmenni. Ez az elsősorban kiemelt, és a meglévő csapadékvíz elvezető rendszereink, amik sajnos vagy nem sajnos, megmutatta nekünk ugye 99-2000-ben a természet, hogy Kisteleknek egyébként mi a vízföld rajza, és akkor vágtuk át az ötös, meg stb. Ismerjük a történetet. De gyakorlatilag most télen már láthatják, nemrég vettünk egy kisebb markoló kotrót, ami a kisebb földes árkoknak a rendbetételére indul el, úgyhogy majd valószínűleg utcánként meg fogjuk önöket keresni, hogy ebben az utcában medertisztítás, anélkül, hogy egyébként ott rombolnánk, meg valamelyes nyilván a patkát leszedjük. Ilyet csináltunk már a Jumanrészen a Ben utca elején, ott Vince Feriék környékén, gyakorlatilag ez a kisebb rész, másik pedig ez úgynevezett átemelő szivattyúval rendelkező területek, és pont tegnap volt itt a Ativiziknek a területi vezetője, amikor engedéllyel belenyúlunk a Müller-szék irányába is, hiszen Kisteleknek az egyik legnagyobb befogadója a Kisteleki csatorna, és a Müller-szék mint védett területen keresztül megy ez a csatorna, és engedélyt kell kérni, mikor ahhoz egyébként még akár medertisztítás címén is hozzámegyünk. Ez elvileg megrendelt munka már a részünkről, van, ahol ennél a mi saját eszközeinkkel már nem tudunk belenyúlni. Úgyhogy amit majd lehet az elkövetkezendő időben tapasztalni, hogy látni fognak egy traktort, egy pótkocsival, egy kisebb markolót, vagy nagyobb markoló lesz mondjuk a vásártér előtt elmenő csatornánál, és gyakorlatilag ez a tisztítás ilyenkor ősz folyamán, mikor a nád szegény idézelben elhal, akkor ezt véghez visszük. Fölmerül a kérdés, hogy mi lesz a vására. Vételi ajánlatot adtunk a vásárnak azon területére, ami a horgásztó környezetében van. Nagyon-nagyon jó lenne megvenni. Nem akarom azt a szót használni, hogy kisajátítani, saját polgáraink ellen nem szeretnék a bíróságra menni. Lehetőség szerint szeretnénk, hogy a vás a állomásra szemben, a horgásztó jobbra-balra, ami parkolóként szoktunk használni, az nagyon nagy segítséget tenne a vásár irányába, és elő fog az fordulni, hogy a strandnak körülbelül fele az alapjába véve térkő, burkolat, üres plac, több mint fele szinte, ezért elő fog az fordulni, hogy minden hónap első vasárnapján a strand csak délután 2-kor nyit ki, mert a területének egy részén ugyanúgy kirakott óvásár lesz. Majd ezután a résztvevők kérdezhettek, és ezzel folytatódott a fórum. Szőke András tartott előadást Kisteleken, vele beszélgettünk. Szőke András érkezett a mai napon itt Kistelekre egy rendezvénysorozat keretein belül. Mit is tudhatunk erről a rendezvénysorozatról, és hogyan is érezte magát itt Kisteleken? Nem voltunk olyan sokan, de mégis olyan kis családiassá alakult ez az előadás. Én eredetileg Szentes városában születtem, és 11 település van, amit most péntekig körbejárunk Szentes környezetében. Reggel voltam Nagymágocson, tegnap voltam Mindszenten, ott egy fantasztikus teltházas rendezvény volt a közösségi házban. Előtte voltam Csongrádon az Arany Sziget idős otthonban. Tehát ezeknek az előadásoknak mindegyik egy picit más, mindegyik helyszínen. Részben az a feladata, vagy azt szerettük volna, hogy
egy olyan korszakot is bemutassunk, amely vagy a kis településekhez, vagy az önértékelés, önrendelkezés, a hiánygazdaságban a kreativitást erősíti. Ezen a helyszínen most per pillanat ahonnan én érkeztem, a Bakonyból, az Ősök házának a kiállítás anyaga nem volt itt, de például a délelőtti programnál robbantó órákat, horgolt pálinkás üvegeket, amelyek kutyaformára voltak átalakítva, vagy éppen a kisvakond varrottasát, vagy netszatyrokat is elhoztunk, vagy abakuszt, tehát ami mind a 70-es éveket jelzi, és igazából ezzel a programmal, amely egy ingyenes program mindenhova, ahova elmegyünk, egy picit a humor és egy picit az önéletrajzi ihletésű történetek. Tegnap este például a Petőfi szállóban a gyermekkoromról meséltem, hogy hogyan működött a régi Szentes. Ezzel egy picit azt a figyelmet szerettük volna létrehozni, hogy ma úgy tűnik a 2023-ban mondjuk az elektronikus médián keresztüli világ, hogy mindent készen kapok. Mindent egy rendszer, ami rögzít, TikTokon, Mikmokon, Mukmokon, Facebookon, bármit lehet mondani, hogy én megkapom a külső információt. És amikor valójában a kis települések ebből a szempontból, vagy az Alföldön a tanyavilág ilyen, amikor valójában fiatalként a valósággal találkozom, mondjuk csak egy sparhelta, hogy a sütfőzálás az hogyan álljon egy sparhátnál, hogy be tudjak gyújtani, akkor egy csomószor kiderül, hogyha például önnek most azt mondanám, hogy retket, tehát földi retket fermentálta már, vagy készítette savanyított retket, vagy egyáltalán savanyú káposztát, nem azért, mert meg akarom kérdezni, megkérdezhetném, de nem biztos, hogy magát ezt a technológiát most végre tudná hajtani. Ugyanakkor pedig az előadásokkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy rengeteg minden van körülöttünk, amit egy régi korszakban egyszerűen a szükség hozott, például egy falusi környezetben, hogy figyeljünk egymásra, vagy hogy a kerti magvakat tartsuk meg, mert jövőre azokat el lehet ültetni. Ezt úgy hívták falun régen, hogy magra hagyunk. Ezeket az üzeneteket azért szeretnénk bemutatni, mert lehetséges, hogy egyrészt a valós közösségi létezésben, legyen az egy családi együttlét, szükség lehet arra, hogy minden, ami a környezetünkben van, anyagi világ, legyenek azok kertek, fák, vagy egy belső tér, tudjuk újra hasznosítani a tudásunkat. Az elektronikus média olyan, mint amivel most itt önök rögzítenek, meg gondolom ez majd az interneten látható lesz, az pedig folyamatosan azt próbálja, ha én mondjuk kisgyerek lennék, de nem az vagyok, mert 61 éves vagyok, de folyamatosan azt próbálja nekem üzenni, hogy tőle kérdezzem meg, hogy egy adott receptúra főzésnél, vagy egy adott történelmi anyag hogyan működhet, majd ő megmondja, én pedig azt mondom, hogy a régi világ is úgy működött, hogy körülöttünk a nagymamák, a nagypapák, azok megoldották egy mikroközegben a saját életüket, és így a tradíció továbbévődhetett, megmaradtak a családok. Tehát valami ilyesmi zajlik ezeken a kis körutazásokon, és tárgyakkal, történetekkel, eszközökkel próbálom ezt megmutatni. Amit most nem látott például a kamera itt, de ön igen, most például egy régi kenyérsütő kemencének a felújítását meséltem itt el, kemence nélkül. A közeljövőben itt a környéken, ha találkozhatunk még önnel, még arról is egy kicsit beszélhetünk? Én nem olyan régen, talán egy éve voltam Szatymazon, azt hiszem a Sárga Barackkal kapcsolatos ünnepelmi főzőprogram is volt. Ott például az ottani kulturális szakmával foglalkozó kollégák és a település egy 65 ruhából álló otthonka ruha gyűjteményt mutatott, és ott például megcsináltunk egy komplett ruhadivat bemutatót az otthonkákkal. És aztán ez idén nyáron, azt hiszem Szegeden is megismétlődött. Évekig jártam ülésre, az ülési főzőprogramokra, tehát azt hiszem, hogy nem nagyon, hogy mondjam,
ha hívnak, akkor nem nagyon van messze az én történetem, az itteni történetekkel. Még olyan furcsát is tudok mondani a kamerának, annyira öreg vagyok, hogy én még emlékszem Kis Pistára, az amatőrfilmesre, aki nincs már velünk, az Égben van, de Balástyán azt hiszem az egyik legmeghatározóbb ember volt. Tehát, hogy lélekben én kötődöm ide, de ahhoz meg kell hívni, el kell hívni, hogy akár otthonka a ruha divat bemutató, vagy a Bede Robival főző bemutató, vagy zsűrizés, vagy bármi más legyen. Úgyhogy én jövök, ha hívnak. Egy személyautó beépített segélyhívó rendszere adott le automatikusan vészjelzést december 1-én. Fának ütközött jármű Csengelénél, a sofőr megsérült. A kisteleki és a kiskunhalasi tűzoltók érkeztek a helyszínre. Áramtalanították a járművet. Egy melléképület, valamint a mellette lévő folyosátor égett december 4-én délután ülésen. Összesen 4 hivatásos egység érkezett a helyszínre, Rúzsáról, Kistelekről, Kiskunmajsáról és Szegedről. Azonnal megkezdték az oltást, 2 vízsugárral és kézi szerszámokkal folytották el a lángokat. Munkájukat az üllési önkéntes tűzoltók is segítették. A tűz esetben senki sem sérült meg. December 13-án reggel Kistelek közelében, az 5-ös főúton, a 134-es kilométer szelvénynél kigyulladt egy személyautó és teljes terjedelmében leégett. A kisteleki hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. A tűzeset során senki sem sérült meg.